Szeretettel üdvözlöm a Nexus TV nézőit. Korábban találkozhattunk már a Szövetkezet tv illetve a CMM TV csatornáján. A stáb ugyanaz maradt, nagyon kedves barátaim újra meghívtak és adtak nekem lehetőséget. Felhívom a figyelmet, hogy itt cenzúra nélkül teljesen szabadon a véleményünket elmondhatjuk, és felhívok minden kedves ismerősömet, hogy támogassátok ezt a tévét hogy ennek a tévének a működési költségei mindig rendelkezésre rájának, és továbbra is legyen Magyarországon egy független média. Elhoztam a kis bicskámat, oltási időszak van, meg meccési időszak van, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy továbbra is minél több gyümölcsfát oltsatok. Hát a mai témám az, az hogy itt kell egy kicsit készülődni, Mindenki érzi, mint a fecskék össze, amikor költöznek, hogy kell szerveződni, össze kell gyűlni, meg kell keresni egymás közt a kapcsolatokat, de ez nem olyan egyszerű, ugyanis korábban nem voltak minták az elmúlt időszakban arra, hogy hogyan lehet ezeket az időket úgy megélni, hogy az ne egy átvészelés legyen, hanem egy diadal és hogy örömmel és felemelkedve vegyünk részt azokban a nehézségekben, nem pedig törünk ezektől a dolgoktól, meg az emberekkel össze zúzódunk össze, különbözünk, vagy, vagy letapossuk egymást, hanem, hanem felemeljük egymást ezekben a napokban is, és hát én úgy gondolom, hogy forduljunk újra Jézus Krisztushoz, hogy ő milyen elveket Mutat be nekünk, hogy milyen módon kellene megszervezni ezeket az időszakokat. Tehát erről lesz most egy pár részes sorozat, és hát felolvasnék egy kis igét, amit majd a film alá oda ki is írunk. A Máté Evangéliumának a 20. részéből, a 20-as verstől olvasnám. Ekkor hozzám ment Zebedeus fiainak anyja, az ő fiaival együtt, leborulva, és kérték tőle, és kérdezi Jézus, hogy mit akartok. Monda neki, mondd, hogy ez az én két fiam, üljön a te országodban, egyik jobb kezed föl, másik a bal kezed felől. Jézus pedig felelvé mondta, nem tudjátok, mit kértek, megihatjátok el a poharat, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek én azzal a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem. Mondanak néki, meg és mondanékik az én poharamat, megiszátok ugyan, és a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az ilyen jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. És hol ezt a tíz, mármint a többi tanítvány, megbo hát megbosszankodék a két testvére. Jézus pedig előszólítja őket, mondja, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen köztetek, hanem ti köztetek, nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Tehát ez egy Krisztusi értékrend, és amikor most szerveződtök, azt keressétek meg, hogy ki az a személy, aki... Az egész közösségét hajlandó mindent megtenni, szeretettel és szolgálni az embereket. Olyan ember, aki uralkodni akar a társaságon, abból sok lesz, és választani nem azok közül kell véleményem szerint, hanem azt kell felismerni, hogy ki az az ember, aki alázattal tudja szolgálni a, a többi embert, és akár tud kapcsolatot teremteni más csoportokkal is. Itt nagyon fontos az, hogy mikor célokat tűznek ki, és időnként mondják, hogy ahhoz kell százezer ember, ez csak úgy tud megvalósulni, hogyha azok a személyiségek, akik elkezdik a közösséget mozgatni, irányítani, azok ebben a szellemiségben vannak, szeretetben, alázatban, egymást maguknál különnek tartják, és azt a másik embert, akit megkeresnek egy megbeszélésre, azt maguknál többre tartják, és észreveszik annak az értékeit, és így valami közös nevező mentén összetudnak fogni, és kialakul az, hogy akkor, ha valamihez százer ember kell, vagy százezer aláírás kell, akkor az meg tud valósulni, de ehhez olyan személyek kellenek, akiknek a szívében ott van egy alázat, és a másik embernek a tisztelete. Azok, akik üzengetnek, szidalmazzák egymást, hivatkoznak olyan dolgokra, ami meg se történt, vagy emberekre, akikkel nem is találkoztak adott esetben, az ilyen emberek soha nem fogják tudni elérni ezt a célt, nem fogja őket támogatni Isten. Hát én szeretném, hogy a közeljövőben sok cél, amit most kitűzött Magyarországon több mozgalom megvalósulna, és hát ennyit szeretnék hozzátenni. Azoknak is, akik ezeket a mozgalmakat nagy erővel, energiával, odaszántsággal, tehát nem, nem lebecsülöm az ő eddigi munkásságukat, csak, csak ezt az elvet szeretném elmondani nekik, hogy próbálják meg szolgálni a népet, és és a, a, azokat, akik még rajtuk kívül más feladattal bírva, más küldetéssel dolgoznak, azokat tiszteljék, és próbáljanak meg velük közös nevezőre jutni. Hát ez lenne az első rész, és hamarosan folytatnám. Köszönöm a figyelmet.